Oké, Benjamin, most megkérdezem, amit minden gyakornoktól megkérdezünk. Nézz a jövőbe, és próbáld meg elképzelni, oké? Hol leszel 10 év múlva? 80 évesen? Egy-két jó tanács esetleg? Utálja, ha valaki nem pislog. Üdvözlöm, benn vagyok az új gyakornok. Örülök, hogy látja a helyzet komikumát. Jó a szemüvegem. Majd e-mailezek, ha lesz valami teendője. Várom a parancsot, uram. Hopsz, elnézést kinek. Maga az új sofőrje? Nem, az új gyakornoka. Hát ez tök vicces. Az egyszerűen bonyolult rendezőjétől. Jól elfoglalja magát. Nagyon jó srác, mindenki imádja. Öltöz elegánsan, tűrd be az inged. Miért ilyen slampos ma mindenki? Hé, nézd magadra! Fiona vagyok, a masszőz. Ben. Milyen érzés? Igen, ott nagyon jó. Nem is vagy olyan vén, mint hittem. A befektetők úgy vélik, egy tapasztalt igazgató levenni a terhet a válladról. Igazgató iskolába megyek. Még sose voltam ilyen helyen. Egy csodálatos, szép, izgalmas dolog született. Nekem nagyon bejön. Jó kis buli. Néha szükségem van valakire, akire számíthatok. És maga az én... Gyakornok. Sokkal inkább gyakornok kötője, jó barát. A kezdő. Hogy lett egy generáció alatt a férfiakból, mint Jack Nicholson és Harrison Ford ilyen... Hát igen. Hamarosan a mozikban.